Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás. Mai vendégünk pedig Háda Béla, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! És mielőtt elkezdenénk a beszélgetésünket, arra kérnék mindenkit, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, hiszen akkor folyamatosan kapnak értesítéseket az újabb és újabb videókról. A mai témánk pedig Sri Lanka, ahol egyrészt folyamatosak a tüntetések, másrészt az ország az államcsőd szélén van. A főszerepben pedig egy család, az ország elnöke, akit úgy hívnak, hogy Gotabaya Rajapaksa. Legalábbis, ha jól mondom, és ott van a testvére, aki a miniszterelnök, Mahinda Rajapaksa. Na jelenleg az ő lemondásukat követelik a tüntetők, de a részletekről Háda Bélával beszélgetünk, méghozzá onnan kezdjük talán, hogy a hallgatóink Sri Lanka történetével, történelmével kapcsolatban talán nem annyira naprakészek, úgyhogy foglaljuk össze azt az utat, ami eljutott a mostani államcsőd közeli helyzetig, illetve a tüntetésekig. Természetesen, ugye Sri Lankát Dél-Ázsia egyik szigetországaként tudjuk azonosítani, ugye Indiától délre fekszik. Területét illetően nagyjából 65 ezer négyzetkilométer, tehát érezhetően kisebb Magyarországnál, népessége viszont, ahogy ön is mondta, 22 millió főt érte el az utóbbi években, tehát egy számottevően nagyobb populációról van szó, mint Magyarország lakossága. Hát a szigetország társadalmának az etnikai vallási összetétele egy meglehetős kétosztatóságot mutat. Ugye a lakosság döntő többségét, közel 75%-át a szingalézek alkotják. Indo-európai nyelvet beszélő észak-indiai eredetű etnikai csoportról, nemzetről van szó az ő személyükben. És hát a lakosság másik nagy csoportját pedig, hát a többnyire hindu vallású, dél-indiai eredetű tamilok alkotják. Hát ők összességében a népességnek olyan 13-14%-át tehetik ki. Végeredményben ez a két etnikai közösség az nemzeti közösség, amely Sri Lanka társadalmának és politikájának a életét napjainkban meghatározza. Mellettük élnek még kelet-ázsiai eredetű népességelemek, malájok, kevés kínai, élnek keresztény vallásosságú társadalmi csoportok, őknek közöttük például az egykori európai gyarmatosítók leszármazottai, a bulgárok nagyon érdekes közösséget alkotnak. Élnek az egy nagyon kicsi számban az egykori Sri Lanka őslakói, Veddo-Australid jellegű etnikai közösségek, az úgynevezett Veddák. És hát létezik egy móroknak nevezett muszlim közösség is, főként a Szigetország partvidéki városaiban. Ezt a társadalmi látképet, etnikai, vallási látképet, hogy nagy vonalabban így tudnám berajzolni. Ugye Sri Lanka polgárháborús országként élhet azoknak az emlékezetében, akik mondjuk évtizedekkel ezelőtt is figyelték Dél-Ázsia politikai folyamatait. 1983-tól 2009-ig zajlott a Sri Lankai polgárháború, amely a szingalész dominanciájú kormányerők és az északi zömmel tamilok lakta területeken megszerveződő tamil szakadárcsoport között dúlt. Hát ez a tamil szakadárcsoport, a tamil tigrisek mozgalma 2009-ben vereséget szenvedett. Jelentős mértékben egyébként azért, mert a Sri Lankai központi kormány külső katonai és anyagi segítséget kapott olyan országoktól, mint Pakisztán, illetve Kína. 2009 azért érdekes a mai konfliktus szempontjából is, mert ekkor kezdődött meg lényegében Sri Lankán egy olyan fejlődési folyamat, egy olyan gazdaságpolitikai folyamat, amely a mai rendkívüli mértékű eladósodáshoz és gazdasági problémákhoz vezetett. 2009-ben a jelenlegi elnök Gotabaya Rajapaksa, vagy Rajapaksa, attól függően, hogy milyen fonetikai hagyomány szerint ejtjük ki, tehát a jelenlegi elnök bátyuskája Mahinda Rajapaksa volt a Szigetország elnöke, aki a katonai győzelemnek a nimbuszát, dicsőségét kihasználva lényegében egy nagyon erőteljes autoritár kormányzást vezetett be az országban. Két nagy politikai ütőkártyája volt. Az egyik az, hogy ő volt a győztes vezér, az az elnök, aki győzelemre vezette a szingaléz nemzeti eszmét, és helyreállította Sri Lanka területi egységét és békéjét, belső békéjét. Másik pedig a gazdasági fejlődés megindításának a terve volt, amit jelentős mértékben egyébként külföldi hitelekkel, főként egyébként kínai hitelekkel képzeltek el.
Ugye Kínától nagyon komoly pénzeket vettek fel olyan infrastruktúrális beruházásokra, mint a Szigetország déli részén lévő Hambantota kikötőjének a fejlesztése, vagy repülőterek fejlesztése. Ugye ezeknek az infrastruktúrális beruházásoknak a jellegzetessége az volt, hogy hát sajnálatosan nem igazán tudták visszatermelni azt a pénzt, amit rájuk költöttek. És végső soron hát a kínai hitelnyújtónak, a kínai partnercégnek az irányítása nagyon megerősödött ezekben a létesítményekben. Így aztán felerősödött az a gondolat Sri Lankán is, ami aztán szélesebb közösségben is elterjedt szerte a világban, hogy ezek a kínai hitelek tulajdonképpen a gazdasági alárendelés, a gazdasági befolyásszerzések a bújtatott eszközei lennének. Tény, ami tény, hogy annyis utalt rá, Rajapaksa család, nem csak Mahinda és az öcsikéje Gotabaya, hanem egyébként másik testvérük, számtalan unokatestvérük nagyon erősen beleépült a Sri Lankai gazdaság építésébe. Nagyon komoly pozíciókat birtokoltak, és hát egyes esetekben azt mondták, hogy a Sri Lankai állami költségvetésnek egy nagyon számottevő hányada megy át a kezükön. A kínai gazdasági kapcsolatokat és politikai kapcsolatokat pedig egy-egyben a kezükben tartották. Ugye jó dél-ázsiai szokás szerint egy igen népes családról van szó, tehát meglehetősen sok ember volt, akit vezető pozícióba lehetett helyezni. Ráadásul a Sri Lankai politikai életnek megvan az a másik sajátossága, ami Dél-Ázsia szerte megfigyelhető, hogy a családi dinasztikus kapcsolatoknak hallatlanul nagy szerepük van a politikai élet szervezésében. De tulajdonképpen mind a mai napig Sri Lanka vezető politikusai olyan személyiségek, akinek általában már az apjuk, nagyapjuk is politikai szerepet játszott, és ilyen értelemben a politikai vezető szerep a pártokon belül gyakran családon belül öröklődik. Ugye Rajapaksa család ennek egy nagyon eklatáns példája lett. De 2009 után az volt a nagy elképzelés, hogy a Szigetország addig nagyjából ugyan 400-440 ezer turistát fogadott évente, de a Szigetország turisztikai ágazata nagyon erősen fel fog futni. Mondva, hogy helyreállt a béke, és jönni fognak a turisták. Ez sokáig igaz is volt. Ugye az ott legutolsó béke években fogalmazunk itt, tehát a Covid-járvány megelőzően már több mint 2 millió turistát fogadtak évente, ez jelentős idegenforgalmi bevételt hozott. Ezzel párhuzamosan azonban az élelmiszer ellátás belső piacára nagyon erősen elkezdett koncentrálni a Sri Lankai gazdaságpolitika. Kevés korlátozták az élelmiszer exportját, és bizonyos import korlátozásokat is bevezettek, mondván, hogy lehetőség szerint a deviza az maradjon határokon belül. A probléma az jelentette, hogy a Sri Lankai belpolitika élet hagyományosan kétosztatú. Két nagy politikai szövetség, pártszövetség uralja a választások szintjén. Az egyik általunk említett, és hát a Rajapaksa klán irányítása vagy befolyása alatt álló papíron baloldali, de valójában erősen populista és a szingalés nacionalizmusra építő politika irányzat. A másik pedig hát egy kicsikét liberálisabb, bár formailag konzervatív politika irányzat, amelyet az Egyesült Nemzeti Párt nevű történelmi pártalakulat dominál. Ez kevésbé lehet ismerős a hallgatók számára. Minden esetre ez a politikai kétosztatóság egy nagyon erőteljes harcot eredményez minden választás alkalmával a két pólus között, és ez a populista politikának nagyon kedvez. 2019-ben zajlott le az utolsó elnök váltás, amikor is Gotabaya Rajapaksa került a jelenlegi elnök az elnöki székbe. Bátyuskája Mahinda ugyanbár nem indulhatott, mert két elnöki ciklus kitöltött, viszont Gotabayának az egyik első lépése volt, hogy miniszterelnökké nevezte ki a bátyót, tehát egyértelmű volt, hogy a Rajapaksa klán visszatér a hatalomba. Ahhoz, hogy megnyerje azonban a szingalész többségnek a támogatását, szociális kedvezményeket helyezett kilátásba, többek között egy erőteljes adócsökkentést, amelyet végre is hajtott közvetlenül a koronavírus járvány kirobbanását megelőzően. Most a koronavírus járvány, az Sri Lankán is két dolgot feltétlenül eredményezett, az egyik az, hogy elmaradtak a turisták, tehát a turisztikai bevételek, a másik pedig az, hogy hát ugye a gazdasági nehézségekből kifolyólag itt is a gazdasági fejlődés jelentősen visszaesett. Ez a nagyon nagy mértékű eladósodással összetalálkozva egy meglehetősen rossz gazdasági helyzetet alakított ki, ami fenntarthatatlanná tette a Sri Lankai költségvetést. A Sri Lanka pénzügyi egyensúlyáról még annyit érdemes megjegyeznem, hogy hát egy ikerdeficittel küzdő országról van szó. Szóval hagyományosan tehát a folyófizetési mérlegnek is és a költségvetésnek is hiánya van. És ilyen vonatkozásban az eladósodás különösen nagy mértéket öltött. A legutóbbi évben, amiről van statisztikán 2021-ből,
Már olyan 104%-a volt a GDP-nek Sri Lanka államadósága, külső államadósága, úgyhogy gazdasági megszorító intézkedéseket kellett természetesen bevezetni. Ugye végeredményben a megoldás többféle volt. Egyrészt a Sri Lankai rúpiát elkezdték leértékelni, annak érdekében, hogy az exportot versenyképesebbé tegyék, ez azonban a megélhetési költségeket hallatlanul megnövelte az országban. Ráadásul itt is begyűrűzött az orosz-ukrán háborúnak a hatása. Magyarán elszálltak az üzemanyagárak és elszálltak az élelmiszerárak is a hiánynak következtében. Ma azt mondják, hogy nagyjából az élelmezés költségei Sri Lankán olyan 30%-kal növekedtek. Nemrég a vezető üzemanyag kiskereskedő vállalat olyan 65%-kal emelte meg az üzemanyagárakat az országban. Magyarán szólva az életszínvonal drámai mértékben csökkenni kezdett, és ezt az emberek is elkezdték érezni. A végeredményben ez jelentette az alapját a jelenleg zajló megmozdulásoknak és a kormánnyal szembeni elégedetlenségnek. Erre a helyzetre lehet azt mondani, hogy Sri Lanka tulajdonképpen államcsődöt jelent? Sri Lanka Nemzeti Bankja kilátásba helyezte ezt. Ugye a Sri Lankai Jegybank bejelentette, hogy sajnos a külföldi hitelek egy részét valószínűleg nem fogja tudni fizetni. Ugye egészen pontos számokat fogok tudni mondani, egy pillanat türelmét kérem. Hát igen, gyakorlatilag az a helyzet, hogy a Sri Lankai devizatartalékok napjainkban olyan 2,3 milliárd dollárra csökkentek. Ez nagyon kevés, nem? Tehát, hogy... Ez nagyon kevés, ez gyakorlatilag leharmadolódott két év alatt. Ugye 7,6 milliárd dollár volt 2019 végén. Ez gyakorlatilag leharmadolódott. Ráadásul a közeljövőben 4 milliárd dollárt ki kéne fizetni adósságtörlesztés keretében, ugye ezt nem tudják. A Sri Lankai Nemzeti Bank bejelentette, hogy amennyiben az IMF-től nem kap hitelt az ország, abban az esetben ezt a kifizetést nem fogja engedélyezni, mert amennyi valuta van az országban, azt meg kell tartani annak érdekében, hogy a szükséges eszközök, az élelmiszer és a gyógyszerek, illetve az energiahordozók importját ebből tudják fedezni. Ez technikailag csődesemény, ugye, tehát amennyiben valóban az IMF ezt a hitelt nem adja meg, ez azt jelenteni, hogy Sri Lanka az államcsőd útját járja. Ekkor mi történne? Hát végeredményben a helyzet az, hogy ez azt jelenteni, hogy Sri Lanka államadósságát át kéne ütemezni. Ezt egyébként már tényként kezelik azok, akik a Szigetország gazdaságával foglalkoznak. A jegybankelnököt közben az elnök kirúgta egyébként, tehát egy új jegybankelnököt kell kinevezni, de hát az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a gazdaságpolitikai realitásokon mit sem változtat. Gotabaya Rajapaksa elnök a társadalmi elégedetlenségre reagálva napokkal ezelőtt átalakította a kormányát. A végeredményben a családtagjainak egy részét kirakta a kormányból, de Mahinda bátyó azért ott maradt a miniszterelnöki székben, tehát ilyen értelemben a folyamatosság világos, de akiknek a gazdagsága, gazdagodása nagyon irritálta a társadalmat, azokat egy kicsikét háttérbe küldték. Ez a kormány átalakítás azonban nem változtatott a gazdasági realitásokon. A végeredményben a hitelek átütemezése az egyik fontos út, a másik fontos út, amit megpróbálnak járni, pedig az a újabb külföldi hiteleknek a beszerzése, elsősorban Indiától, Kínától és az IMF-től. Ugye Sri Lankáról azt kell tudni, hogy geopolitikai szempontból egy nagyon érdekes játékot játszik lényegében a 2000-es évek óta. Ázsia két nagy jelentős hatalma, India és Kína között igyekszik egyensúlyozni, és kijátszani egymással szemben a két országot. Ugye, mint mondottam, nagyon komoly kínai hiteleket, beruházási hiteleket kaptak a 2000-2010-es években. India ezt nem nézte jó szemmel, és igyekezett a saját kapcsolatait is erősíteni Sri Lankán. Neki is voltak felajánlásai a Szigetország számára. És ez a nagy elképzelés, hogy úgyse engedi egyik hatalom sem, hogy a másik domináns szerepbe kerüljön Sri Lankán, kvázi, hogy átlökje a másiknak az ölébe a Szigetországot. Tehát meg fogják segíteni Sri Lankát. Úgyhogy valóban tárgyalnak Indiával, megkötöttek egy 500 millió dollár értékű szállítási megállapodást, amelynek a lényege az volt, hogy gyógyszereket, illetve üzemanyagot fognak ebben a keretben az indiaiak szállítani Sri Lankán. További 1 milliárd dolláros hitelkeretről tárgyalnak. Kínával is tárgyalnak további 1 milliárd dolláros hitelkeretről, amit hát reményeik szerint a helyzet kezelésére, illetve a hiánycikkek beszerzésére tudnak fordítani. A dolognak a buktatója az,
hogy ezek politikailag vezérelt az államok által adott hitelek, és gyakorlatilag úgy adják őket, hogy szinte biztosak lehetnek benne, hogy Sri Lanka se fogja visszafizetni. Tehát nagy kérdés az, hogy egyáltalán mennyi lesz az a pénz, amit mondjuk India és Kína ebben a helyzetben, amivel van, fel tud ajánlani a kis Szigetországnak. És aztán később ebben milyen politikai típusú engedményeket várnak majd el ettől a társaságtól. Ugye alapvetően a Sri Lankai közvélemény is tisztában van azzal, hogy a Rajapaksa klán nagyon össze van fonódva a kínaiakkal, és eddig is nagyon erős volt a vád velük szemben, hogy a nemzeti vagyon egy részét kínai kézre játsszák ezekkel a hiteleknek a segítségével. Akik nem szeretik az elnököt és családját, természetesen ezekben a hitelfelvételi kísérletekben is ennek a káros politikának a folytatását látják. Egyébként különbözik-e a kínai, illetve az indiai érdek Sri Lanka esetében? Már csak azért is, mert ugye Indiának gyakorlatilag a közvetlen szomszédjában található, nyilván sziget, de mégiscsak. Kína azért egy kicsivel, mintha messzebb lenne, de nyilván ott is fontos a befolyási övezet. Mások-e a célok akár gazdaságilag, akár geopolitikailag? Ugye alapvetően Indiának a geopolitikai célkitűzése az, hogy Dél-Ázsia vezető hatalmaként a maga térségében egy stabilizáló tényezőként tudjon fellépni és vezető hatalomként tudjon fungálni. Egyúttal az indiai óceán térségét az indiaiak lényegében a saját hatalmi érdekszférájuknak tekintik, és nagyon régóta, még a hidegháború ideje óta dédelgetnek egy olyan tervet, hogy ettől az indiai óceáni térségtől távol kéne tartani az idegen hatalmakat. Ez időről időre háttérbe szorul, mert nem nagyon jön össze. Kezdetben ugye a hidegháborús periódusban az idegen hatalmak távoltartása az Egyesült Államokat és a Szovjetuniót jelentette India részéről. Ma az Egyesült Államok Indiának a erős, igen szoros partnere, szövetségese. Lényegében ma már a Kínai Népköztársaság távoltartása ez a célkitűzés. Ezzel szemben a kínaiak számára nagyon fontos, hogy az Észak-Indiai óceánon meg tudjanak jelenni, hiszen a kőolaj, csepp folyósított földgáz importjuk döntő része itt szállítódik tengeren, ugye közel-kelet, illetve afrikai kitermelőktől. Itt érkezik, ezen a tengerrészen keresztül érkezik indiai kikötőkbe, egyrészt másrészt az indiai késztermékek szállításának jelentős része is. Ezek felé a térségek felé itt zajlik, tehát gazdasági szempontból, az ország gazdasági biztonsága és energiabiztonsága szempontjából és az indiai óceáni térségnek nagyon fontos a szerepe. Ugye a kínai politikát ez határozza, a geostratégiai elképzelés határozza meg, egyúttal kényszer is, és a Sri Lanka politikát is ezt határozta meg, tehát Sri Lanka egy olyan pozíció Kína számára, amelynek a segítségével lényegében biztosíthatja a saját legalább gazdasági üzleti jelenlétét és befolyását az Észak-Indiai óceáni térségben, hogy egy még közvetlen katonai jelenlét Sri Lanka esetében nem merült fel, és Hambantota a déli kikötő lehet ennek egy fajta kulcseleme. De gyöngysor elméletnek nevezték amerikai mintára ezt a típusú kínai támaszpontépítési stratégiát, ha úgy tetszik, ami az indiai óceán északi térségében megvalósul, kvázi körbeveszi Indiát. Ezt az indiai média nagyon felkapta, nagyon kedveli, de végső soron a kínaiak számára ugye ez a típusú jelenlét, ez hallatlanul fontos, és ebből a szempontból Sri Lanka bizony fontos partner lehet. Hát Indiának meg az érdeke az, hogy a kínai befolyás minél jobban visszaszorítsa itt, és a rivális hatalomnak a lehetőségeit leépítse, hiszen az indiai óceánt, az indiai ideológia, mint mondottam, egyre inkább a saját vitális térségének tekinte, ahol Indiának kell lenni a domináns hatalomnak. Sri Lanka hivatalos államformája ugye köztársaság, tehát gondolhatnánk azt, hogy teljesen természetes, hogy tüntetnek egy demokráciában az emberek, de mennyire meglepő ez a mostani tüntetési hullám? Alapvetően a Sri Lankai közvélemény, politikai közösség, politikai társadalom azért eléggé töredezett. Ugye a tüntetés hullám esetében azért azt is látjuk, hogy főként a városi térségekben zajlanak a tüntetések, ahogy az ilyenkor lenni szokott. A Colombo a legnagyobb város, Kotte az adminisztratív főváros, Kandia történelmi utolsó szingalész királyság fővárosa. Ugye ezek jelentik a legfontosabb helyszíneit ezeknek a megmozdulásoknak. Ugye végső soron azt látjuk, hogy jelentős, több tízezes megmozdulásokról van szó, de ahogy én látom, jelen pillanatban legalábbis egyes vidéki térségekben még azért ez a típusú kifejezett elégedetlenség nem nyilvánult meg. Ez az elkövetkező időszakban megtörténhet, hiszen azért azok a problémák, amiről beszélünk, mindenkit sújtanak.
De végső soron én azt gondolom, hogy ez a belpolitikai küzdelemnek a logikájához nagyon jól illeszkedik, és általában a hasonló gazdasági társadalmi problémáknak a negatív reakciói ilyen mintákat szoktak követni a világ más országaiban is. Mondanom se kell, hogy az ellenzék itt is természetesen a tüntető oldalára állt, a nemzeti egység kormányra való felszólítását az elnöknek visszautasították, és végeredményben megpróbálják sarokba szorítani a kormányzatot, és vagy nagyon leépíteni, beszűkíteni a politikai mozgásterét, vagy lemondásra kényszeríteni az elnököt. A probléma leginkább ott kezdődik, és ebben azért Rajapakszéknek is igazuk van, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet azért egy évtizedek óta alakuló folyamat, amelyben nem kizárólag ők voltak a felelősek, bár ők nagyon komoly részt vettek ennek a kialakításában, és attól még, hogy egy elnök lemond és távozik, attól még ez a helyzet nem fog megoldódni, és rövid távú, gyors megoldás semmiféleképpen nincs erre. És végezetül egy utolsó, talán általánosabb kérdés, hogy nézem magam előtt a térképet, és ha megnézzük Sri Lankának a környezetét, akkor azt látjuk, hogy azért számos helyen, bár itt nyilván a hozzá közel az egy más fogalom, de hogy számos országban vannak azért komoly konfliktusok, feszültségek, ott van Myanmar, ott van ugye Afganisztán nyilván egy kicsit messzebb, és még hosszasan sorolhatnám, szóval mennyire forrong most ez a térség, és mennyire lehet arra számítani, hogy egy ilyen általános káosz uralkodik el? Dél-Ázsiáról azt kell tudni, és most egy kis nagy lelkűséggel egy pillanatra csapjuk hozzá Myanmart és Dél-Ázsiához, hogy alapvetően a dél-kelet-ázsiai Myanmart, hogy alapvetően azért nagyon komoly belső társadalmi konfliktusoktól sújtott országokról beszélünk. Néhány olyan ország van itt, ahol ezek a társadalmi konfliktusok szerényebbek, vagy nem ennyire éles összecsapásokhoz vezetnek, ugye ilyen a Maldív-szigetek, ilyen Bután, de azért összességében véve Dél-Ázsia országai, többi országa azért komoly társadalmi feszültségekkel küzd, amiben megvannak a maguk történelmi konfliktusai, megvannak az etnikai, vallási összetevői, hogy próbáltam utalni rá, megvannak természetesen a különböző társadalmi csoportok közötti óriási anyagi és szociális távolságokból fakadó feszültségek. Tehát végső soron az, hogy itt feszült a társadalmi élet, és adott esetben megmozdulások, összecsapások is kibontakoznak ezeknek a feszültségeknek a mentén, az semmiféleképpen nem újdonság. Ilyen vonatkozásban nem újdonság. Ugye Sri Lankában 2009 után azért a korábbinál egy stabilabb állapotot sikerült elérni ilyen tekintetben. Hogy általános káosz következik-e, hát ilyen falrengető becsülésekbe én még egyelőre nem bocsátkoznék a helyzet, ugyanis az, hogy ezek a társadalmak, ezek működőképesek tudtak maradni egyébként ezeknek a konfliktusoknak az idején is. Néhány erősen dezorganizált térséget leszámítva, mint például az ön által említett Afganisztánt, Afganisztán egyes területeit. Tehát ha úgy tetszik, akkor megvannak a maguk taktikái és a maguk gyakorlata arra, hogy működőképesen tartsák az országaikat, ilyen helyzetben is. De az, hogy a világgazdaságban kialakuló turbulenciák, az, hogy a élelmiszerárak, üzemanyagárak, nyersanyagárak tartós emelkedése az egyébként szegényebb országokat és szegényebb térségeket fogja jobban sújtani a világon, ez egy nyílt titok. Erről gyakorlatilag az orosz-ukrán háború kirobbanása óta beszélnek a közgazdászok, és bizony Dél-Ázsiában is, Sri Lankában, Pakisztánban is, egyesekben Indiában is, Sri Lankán is látjuk ennek bizony a negatív hatásait, és ez természetesen az ilyen feszültségek fokozódásával jár együtt mindenhol. Tehát ez, ha úgy tetszik, ilyen szempontból akár még előre látható is volt. Áda Béla, köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én is!